tisztet, akkor ebben említettük ebbe a tálba, hogy az a margarin és a margarin. No, ez az, ahol a tranzsírsav belekerülhet a vejvénybe, ugye? Szerencsére nincs tranzsírsav. Jó, ezek és ezek, hogy melyik margarinban van, ez ott van az olajtének a honlapjában. És ezt most el fogjuk morzsolni. Ellene még beleenteni a mérkancsot. Ez egy felfutasztó kérdésű üzenet egy kérdést találni. És ez egy hosszas folyamat, mert előbb kell jönni előre, hogy elválik az egész falától. Igen. Most már rendben. Hát pihenni kell ennek a tésztának. Mostanában a gesztenyésre szavazok be. A diós egyébként. A hidrogénezett növényi olaja. Úgy szó, most itt azért egy egyszerűsítés volt az én részemről, de a tranzsír tartalom az ezen az úton kerül bele. Szép egyenletesen. Ez mákos almás mazsolás. Hát a cukor mennyiségével van igazán. És egy kicsit a szélét. Igen? Igen, tehát most egy picit. Ez elég kövére sikerült az emberek. Szentetni kell a beiget, minden fényére. És akkor milyen egyenletesen kell hagyni sülni. Hányan vagyunk itt a teremben, mert a köztet felvállom. Köszönöm szépen!